A délvidéki Kovács Csilla és Szabó Hunor is az anyaországban élt, amikor megismerkedtek. Ott is házasodtak össze. Akkor még nem is gondoltak arra, hogy egyszer majd visszatérnek őseik földjére. Lányuk, Zsófia is Szegeden született. Csilla belgyógyászként Makóra járt dolgozni, Hunor viszont ingázott Szeged és Szabadka között, mivel mindenképpen délvidéki diákokat szeretett volna történelemre tanítani. Idővel aztán egyre sűrűbben jártak haza, hiányzott a család, a barátok, az egyszerűbb élet. Ott is jó volt, mert ugye ott bontakozott ki a szerelmünk, ott kezdtük az életünket, úgyhogy tetszett ez nekünk, csak közben bejött ugye a koronavírus. És pont úgy jött ki a lépés, hogy a határ lezárt előtt egy nappal mi hazaérkeztünk, tehát praktikusan minden cuccunk ott maradt, mi meg ugye itt maradtunk a szülőkkel, nagybácsikkal, nagynénikkel, és ott jöttünk rá, hogy hát lehet, hogy ez nekünk ez így jobb. A házaspár nagyon sokat gondolkozott azon, hogyan tudnak majd szülőföldjükön boldogulni, alkotni, dolgozni és részt venni a közösségi életben. A határhoz közeli településen, Palicson végül megtalálták álmaik házát. Azóta Csilla ingázik, Hunor pedig továbbra is Szabadkán tanít. Harmadik generációs tanár vagyok a családomban. Már nagyapám is tanító volt Péter révén, és cserkészként is én kicsit úgy éreztem, hogy itt a közösségemnek úgy tudok példát mutatni, ha mi is itthon élünk, és próbálok segíteni legalább a tanításba, vagy a cserkészkedésbe, vagy az egyházon keresztül, de hogy valahogy segítsem az itthon élőket. A 3 éves Zsófia az udvaron játszik, míg a fiatal szülők arról beszélnek, miért választották az itthont otthonul. Az erős közösségek erős kötelékei szolgálhatják azt, hogy az ember megtalálja a boldogulását. A magyarságunkat megélni és gyakorolni itthon, hogy mindenféleképpen abban tudjuk, hogy ápoljuk a nyelvünket, összejárunk, ismerjük egymást itt idehaza, összejárunk a különböző rendezvényeken, amiket szerveznek itt Palicson, vagy itt a környező településeken, tehát számos magyar és számos nagyon jó rendezvény van, ahol tudom, hogy találkozunk majd magyarokkal, vagy éppen különböző kulturális klubokban elmegyünk. A hagyományt tettekben és szellemiségben is őrizni kell, vallja a házaspár. Zsófia magyar közösségbe jár, tiszta magyar csoportba jár, néptáncolni tanul, tehát a népkörnek van egy nagyon szép, nagyon jó kis foglalkozása, heti 2 alkalommal, és tudja a népdalokat. Zsófia nagymamája, Szabó Eszter nyugdíjas pedagógusként kezdett festeni. Nemrég a Palicsi könyvtárban mutatta be alkotásait. Mint mondja, magányos óráiban a festés által egy teljesen új világot ismert meg, de festés közben egyre csak azt várta, hogy a gyermekei mikor nyitják rá az ajtót. A nagyszülőkkel való erős kötelék azért is fontos, mert különben elveszne a tőlük származó rengeteg tudás. Zsófi oda került abba az óvodába, ami a mi szomszédságunkban van, így nagyon szoros a kapcsolatunk, mert minden nap megyek érte az oviba, akkor ott van nálam addig, amíg a szülők dolgoznak, úgyhogy hát játszunk, tanítgatom, és követem a fejlődését. A fiatalok többször próbálták már megfogalmazni, hogy pontosan mi az, ami hazahozta őket szülőföldjükre. Azt már tudják és érzik, hogy a legjobb helyen vannak. Szoktunk kirándulni, fürdőbe menni. Zsófi például nagyon szeret Mórahalomra menni, fürdeni, az egy kedvenc hely. Úgyhogy nem szakadtunk mi el Magyarországtól úgy, de nem, számunkra nem mindegy, hogy hol élünk. Tehát ez sokszor kérdezték azt, hogy pont ugyanez, hogy de miben más itt, és mondtam, hogy nem tudom megmondani, tehát nekem ez az otthonom. A délvidéki magyar megmaradás záloga, hogy a fiatalok a Szabó házaspárhoz hasonlóan érezzék, hogy nekik itt őseik földjén van küldetésük, hogy a Jóisten nem véletlenül épp ide teremtette őket. Mert bár sokszor nehéz és küzdelmes az élet, de ki kell tartaniuk és itt kell megmaradniuk magyarnak.